És hogy említettem a fényformáló eszközöket, meg korábban a vakuhasználatot, arról is szeretnék pár szót ejteni. Fényképezőgépek szinte mindegyikén van beépített vakú. Melyiken jobb, melyiken kevésbé jobb. De egy közös van bennük, ez a vakú, ez általában előrefelé néz, a fényképezőgép objektívivel párhuzamosan fényképez. Az esetek 99%-ában ez a fajta vakú beállítás hozza a legrosszabb eredményt. Ugyanis a téma az örökké szemből kapja a fényt. A témák döntő többsége akkor szép egy fotón, ha nem szemből, hanem valamilyen más szögből, valami oldalsó szögből éri a fény, akár kicsit feljebb, akár kicsit alulról, akár kicsit jobbról, akár kicsit balról. Ez témára válogatja, fotóalanyra válogatja, de a szemből való megvilágítás az a legrosszabb, a lehető legrosszabb beállítás. Ezt célszerű elkerülni. Én azt szoktam csinálni, hogyha a beépített vakut kell feltétlenül használnom, és nem akarom, hogy éles árnyéka legyen a képnek, mint itt a következő képen is látszik, a baloldali képen. Itt ugyan nem szemből fényképezték, nem szemből kapta a fényt, hanem kicsit jobb oldalról, de túlságosan erős fényt kapott a tárgy, és túlságosan erős mögötte az árnyék. Érdemes egy vékony zsebkendőt, vagy egy nagyon vékony szalvétát belógatni a vakú elé, és úgy elsütni. Ez a szalvéta, ez formálja a fényt, egy kicsit alakítja, szűri, tompábbá teszi, és az árnyékok, a vetett árnyékok sokkal lágyabbak lesznek, adott esetben is tudjuk őket tüntetni. Na most térjünk vissza erre a fényképre. Itt a vakunak az erősségét próbálja demonstrálni ez a fotó. A jobb oldali kép a vaku nélkül készült, míg a bal oldali kép vakuval készült. Azt érdemes tudni, hogy a kompakt fényképezőgépeken lévő vaku az kb. 3 méterig ér valamit, 3 méter után lévő elemek a fényképezőgéptől számítva, gyakorlatilag alig kapnak fényt, szinte teljesen sötétek lesznek. Mint hogy látszik, hátul a kannát tartó úriember, az szinte kivehetetlen. Míg a jobb oldalon vaku nélkül készített fotón a háttér sokkal részletgazdagabb, sokkal kevésbé vesztek el belőle részek, nem lett annyira alul exponált. Komolyabb fényképezőgépeknél is mondjuk 6-7 méternél már messzebbre ez a vaku nem képes elvillanni, nem képes elég fényt kibocsátani ahhoz, hogy onnan megfelelő mennyiségű információ érkezzen vissza a fényképezőgépünk képérzékelőjére. Sokszor látom azt, hogy éjszaka mennek az emberek, járják a várost, előveszik a kis fényképezőgépeiket, be van kapcsolva az automata üzemmód, és orvaszájba vakuznak, nyomják a vakus fényképeket. Pocsék, rossz minőségű fényképek lesznek. Ilyen buliképeket lehet látni, amikor a fotó fő előterében ott van az 1-2-3 fotóalany, azoknak a feje szinte hófehér, annyira kiégett, a háttérben meg gyakorlatilag semmi nem látszik. Persze az automatika rögtön bekapcsolja a vakut, hiszen kevés a fény, fényt kell csinálni, hogy észszerű záridő mellett lehessen fényképezni, de ha ilyen fényképek születnek, akkor inkább ne fényképezzünk sötétben, vagy használjunk állványt, hogyha álló témát akarunk fotózni. Ezek a vakuk, ezek igazából nem jók semmire sem. Célszerű nem használni inkább. Most még szeretnék néhány szót ejteni a stúdió felszerelésekről. Fényformáló, fényalakító, illetve fényadó eszközökről. Stúdió vakuk, vagy vakuknak nevezzük ezeket. A különálló vakuk, azokat hívják általában stúdió vakuknak. A rendszer vakuknak azokat a berendezéseket hívják, amik a fényképezőgép valamilyen módon rátehetők vakupapucsban, vagy valamiféle adapter segítségével. Itt a képen egy villanykörtét, illetve kettő darab villanykörtét látunk. Ez egy egyszerű, elvillanó fényadó eszköz, egy fotós derítőernyővel, illetve egy állvánnyal. A derítőernyő szolgál a fény alakítására, a fény egyfajta megszűrésére, hogy kellően szórt, kellően lágy fényt tudjunk adni. Előnye ennek a berendezésnek az olcsó ára, egy ilyen darab mai áron számít a 2013-ban, ilyen 15-16 ezer forintba kerül, így tokkal vonóval. Két ilyen eszköz segítségével nagyon jól meg lehet tanulni a fény alakítását, formálását, a világításnak a mienségét, nagyon jó tájfotózásra és kisebb témák fotózására. Hátránya, hogy a fényereje nem változtatható, nincsen rajta úgynevezett beállító fény, ami segít abban, hogy a témánkra vetülő fény irányát meg tudjuk határozni. A fény intenzitását úgy tudjuk ennek változtatni, hogy közelebb vagy távolabb visszük a témától.
Így néz ki közelről maga a villanó rész. Itt ez a piros gomb, ezzel kézzel el lehet sütni, itt ide úgynevezett szinkron zsinór csatlakozik, ami összeköti a fényképezőgéppel. Ez vezeti át a fényképezőgépről érkező jelet, és ennek segítségével lehet gyakorlatilag a fényképezőgépről elsütni ezeket a villanó egységeket. Amúgy létezik nem csak zsinóros, hanem valamiféle rádiós vagy infrajelet kiadó vevőegység is, így zsinór nélkül tudunk dolgozni, nem vagyunk kábelekhez kötve, nem kell a kábelek között botorkálnunk, és gyakorlatilag egyszerre akár több vakut is el tudunk egy ilyen egységgel sütni. Ez egy profi stúdióvaku, rengetegféle létezik ezekből is, ez csak egy példa, ezek a több tízezer forinttól akár a több száz, több millió forintig is terjedhetnek. Különböző teljesítményűek, ezekre különböző adapterek szerelhetők, itt van egy fényformáló tárcsa, de ezekre szerelhető akár egy softbox is, azt a következő képen meg is fogom mutatni. Ezen a képen látszik maga a beállító fény, ez a kis fehér tubusszerű valami, ez a vakunak a beállító fény, ezek már rendelkeznek ezzel a beállító fényel, segítenek meghatározni a fény irányát, nem kell teljesen sötétbe botorkálnunk, vagy többször elsütünk a fényképezőgépet feleslegesen, ahhoz, hogy megnézzük a beállítást, itt azért nagyjából fogjuk tudni azt, hogy hogyan vetül a fény, és itt ez a patkó alakú rész, ez maga a villanófej, ami különböző teljesítményű lehet, és itt ennek a teljesítményét szabályozni is lehet a vaku hátulján lévő különböző szabályzó gombokkal. Nem kell közelebb és távolabb vinni a vakut feltétlenül ahhoz, hogy a fénynek az intenzitása változzon. És már beszéltem a fényformáló eszközökről, az egyik legjobban elterjedt ez az úgynevezett softbox. Ez egy általában négyzet alakú, különböző alapterületű. Az alapterület befolyásolja, hogy mekkora témát tudunk rendesen szépen bevilágítani. Általában kisebb témákhoz egy kisebb softbox, és elég egy nagyobb témához nagyobb kell. A softbox, az elején látszott, hogy le van címzelázva róla egy ilyen fehér rész, alapvetően hasonlóképpen néz ki, mint itt a képen ez az octobox. Van neki egy ilyen ezüst bevonata belül, ide kerül bele a vaku. Ennek a hátulja is vagy ezüstözött, vagy fehér. Erre felszerelhető egy úgynevezett diffúzor lemez, ami a fényük lágyítására szolgál, de ennélkül is tudjuk használni, akkor erősebb fényt kapunk. Ez pedig egy úgynevezett mély sejtrács, egy rácsozat, ami a fény irányítását szolgálja, a fény irányítására hivatott, oldalirányban kevesebb fényt enged kiszűrődni, sokkal koncentráltabban tudjuk irányítani a fényünket a fotóalanyunkra. Itt a képen rendszervaku és azok adaptereit látjuk, illetve azok fényformáit látjuk. A rendszervakukat tudjuk a fényképezőgép vaku sínyébe, vaku papucsába becsúsztatni. Számtalan beállítást kínál ez is. A rendszervakuk nagy előnye a fényképezőgépek beépített vakujával szemben, hogy ezeket nem csak a fényképezőgépről, hanem a fényképezőgép mellől is el tudjuk sütni, akár a kezünkben tartva, akár egy segítő társunk kezében tartva, állványra helyezve, talpra helyezve. Ezek elsüthetők zsinórral, de általában mindegyikbe be van építve egy infraérzékelő, ami a vakunk elvillanása után, a fényképezőgépbe beépített vaku elvillanása után elsüti ezeket a vakukat. Ezek a különböző fényformálók helyezhetők fel, a teljesség igénye nélkül itt három különböző formát mutat be ez a kép. Itt ez egy fényterelő, ez igazából a fény nem szűri, csak tereli. Nem engedi túlságosan fölfelé menni, annak ellenére, hogy maga ez a fej felfelé van világítva, hanem egy tompa szögben engedi ki a fényt. Ez egy diffúzor, ami a fényt lágyítja, ez is egyfajta diffúzor, egy más alakban engedi ki a fényt, egy jóval szélesebb tartományban tudja teríteni, adott esetben egy nagyobb témát egy ilyesmi diffúzorral lehet lefényképezni. A másik nagy előnye, azon túl, hogy nem csak a gépről használható, hogy forgatható feje van, tehát tudunk irányítani vele fényt, vissza tudjuk veretni akár a plafonról, akár a falról. Fotósok szokták úgy használni, bizonyára önök is láttak már olyat, hogy nem előre villan a vaku, hanem fölteszi, feje fölött villan el, illetve fölfelé villan el, és a falról visszaverődő fényt használják a fotóalany megvilágítására. Ez egy sokkal lágyabb, sokkal szórtabb fényterjedés, ez sokkal kellemesebb megvilágítást ad.
Fotó alanyonként változó, hogyha portréfotózásról beszélünk, hogy milyen intenzitású fényre van szükség, honnan világítsuk meg. Mindenkinek van egy olyan arcfélteke, ami szebb, és ami kevésbé szebb. Vagy egy olyan szög, ami alatt vagy ami fölött nem készül annyira előnyös fénykép. Mindenkinek más az előnyös oldala. Pár kattintásból, pár forgásból ezt azonnal meg is lehet állapítani, és annak megfelelően kell ezt bevilágítani. Itt egy másik fényirányító eszköz, ezeket a stúdióvakukra lehet felhelyezni, és ezeknek a lapoknak a nyitogatásával, zárásával, illetve szögének a változtatásával lehet változtatni a fény terülését. Rendkívül egyszerű eszköz, az ára sajnos nem annyira egyszerű. Íme néhány beállítás, hogyan készült ez a fénykép, milyen eszközöket használtak hozzá. Ez a fotó egy kellemes, lágyfénnyel bevilágított fotóalanyt mutat be. Itt találhatjuk a fényképezőgépet. Itt van két fekete lap, hogy viszonylag árnyékosabb legyen a fotóalanyoknak a két oldala, a jobb és a bal oldal. Látjuk, hogy elég kontrasztos, elég árnyékos. A fényt azt valahonnan innen kaphatta, a fotóról is meg lehet állapítani. És valóban, hiszen itt mutatja ez az ábra, hogy itt egy stúdióvakó volt elhelyezve, egy úgynevezett boom állványra. Azt a boom állványt, boom nevet ezt a vitorlázásból kapta, ott is a boom része az árbocnak, ez a merőlegesen az árbocról kilógó segédárboc tulajdonképpen. Tehát itt látszik egy stúdióvakú, rátéve egy softboxra, aminek köszönhetően kellemes lágyfényt kapott a fotós, szinte nincs is árnyék a háttérben, itt a hátteret nem világítja meg semmi. Itt található pár adat, hogy milyen mélységélességgel fényképezte. Korábban említettem azt, hogy a portréfotózásnál nem szoktak túlságosan nagy mélységélességet használni. Itt is látszik, hogy egy 1,8-as rekesz van beállítva, egy viszonylag gyors záridő, és egy viszonylag alacsony, sőt, egy egész alacsony ISO-érzékenység van beállítva. Ennek köszönhetően nem mezzajos a fénykép, a megfelelő záridő megválasztásával pedig el tudjuk azt érni, hogy a kép ne legyen bemozdult. Nagyon fontos ez, hogyha portréképet készítünk, hiszen hiába teszik mi állványra a fényképezőgépünket, az alany élő személy óhatatlan, hogy bemozdulhat. Ha mi is meg tudjuk mozdítani a kezünket, és szükségünk van állványra, hogy ne mozogjon a kezünk, akkor neki is szüksége lenne valami olyan kimerevítő eszközzel ne mozogjon, hogyha alacsony záridővel akarunk fényképezni. A következő fotó egy tájfotó. Itt különböző F-értékek mellett készültek ezek a fényképek. Itt meg lehet nézni, hogy hogyan volt bevilágítva. Szintén itt látjuk a fényképezőgépet. Itt van egy vakú, egy softboxsal. Itt le is írják a méretet, 60x60-as, tehát viszonylag kisméretű, ezek a tárgyak fényképezésére alkalmas. És itt föntről kapott még egy háttérfényt, illetve egy felső megvilágítást. Ez a képen is látszik, hiszen előre felé is vetül ennek a tányérnak árnyéka, tehát láthatjuk, hogy innen fentről is megkapta. Itt pedig van egy 80 cm átmérőjű fehér derítőlap, ami a vakukból érkező fény visszaveri, ezáltal nem csak az az oldal lesz világos, ahonnan a direkt fény érkezik, hanem egy szórt fény is érkezik a másik oldalról. Derítőlapok használata egyébként a legolcsóbb és az egyik legegyszerűbb dolog. Kereskedelemben többfélét lehet kapni, általában ezt az 5:1 verziót érdemes megvásárolni, ami diffúzor, ezüst, arany, fehér, illetve fekete részekből áll. Ez egy diffúzor lap, rácipzározott ezüst arany bevonatú, ha megfordítjuk, akkor fekete-fehér bevonatú tokkal van ellátva. Ezek általában 8-as alakban összecsukható, viszonylag kicsi helyen elférő dolgok. Nem annyira olcsó, de egy egy komolyabb fényformálótól lényegesen olcsóbban be lehet szerezni. Itt írja az ábra, hogy egy mély sejtrács van felhelyezve erre a vakura. Általában, hogyha valamiféle felső szort fényt akarnak elérni, illetve egy úgynevezett hajfényt, hogyha a portré fotografálásban gondolkodunk, akkor mély sejtrácsot tesznek rá, hogy oldalról ne nagyon vetüljön a fény, ne legyen túlságosan zavaró. Tudjanak adni egyfajta kontrasztot ennek a fénynek, de ne legyen túlságosan kemény. Itt látszik a derítésnek a mértéke. Ezen a képen sokkal kisebb derítés volt. Itt, hogy megderítették, egész világos a füle és egész világos a tárgyának ez a része. És itt a végén egy
már komolyabb felszerelést használó fotós képe látható. Itt jól látszik, hogy a fotóalany itt a kép közepén helyezkedik el. Itt két vaku van hátul, ami a hátteret világítja meg egy fotós ernyővel, ami jelen esetben nem fehér, hanem egy fekete ernyő, belül vagy fehér, vagy ezüst bevonatta, azért fekete kívül, hogy ebből a fény ne tudjon kifelé szűrődni, erre felé ne legyenek zavaró fények, és a hátteret világítsa meg. Ennek köszönhetően jól látszik, itt és itt terül el a fény, a háttér szinte hófehér lesz, semmiféle zavaró sötétlen nincsen benne. Itt egy softbox-szal, a bal oldalon pedig egy octobox-szal villantotta meg a fotós a témát. Az octobox egy nagyobb felületű, itt a softbox egy kisebb felületű, látszik is, hogy a képnek ez a világosabb része, ez egy árnyalattal sötétebb. A fényképezőgép pedig itt van beállítva, ez egy Nikon D80-as, ISO 200-as értékkel fényképezett, tehát egy közepes ISO érzékenységgel, közepes alacsonnyal, egy viszonylag nagy mélységélességgel, annak köszönheti a fotó ezt a mélységélességet. Itt nem csak az arcára fókuszál a fotós, hanem itt vannak térben nagyobb eltérések a képben, mélységben, és ezeknek is élesnek kellett lennie. Tehát itt elő az ágynak, és kellően élesnek kellett lennie a hölgy ruhájának, és itt hátul a hajszálnak is. Tehát itt már egy kicsit magasabb F-értéket kellett beállítani. Itt van még egy kép. Itt természetes fényt is kihasznál a fotós, nem csak mesterséges fényt. Itt mutatja a baloldali ábra, hogy a hölgyre jobb oldalról érkezik be az ablakból természetes fény, és itt két darab vakú van beállítva, két darab derítő ernyővel. Lágy fényt kap a hölgy, különböző teljesítményűek lehetnek ezek a vakuk, úgy néz ki, hogy különböző méretű ernyőket adnak. Itt írja, hogy egy F5-ös, 1x50-es, ISO 400-as beállítással fényképez. Az 1x50 határeset, tehát a portrét fényképezünk, szemét fényképezünk, ez alá már nem érdemes menni, tehát ettől hosszabb, megnyugtottabb záridőre nem nagyon lesz szükség, illetve nem feltétlenül lesz jó képünk. És ahhoz, hogy egy ilyen hatású legyen a kép, ez egy kicsit lágyítani szoktak utólag szoftveresen. Néhány oldal, amit az önök figyelmébe szeretnék ajánlani, ahonnan én a képeket felhasználtam, illetve bemutató képeket szereztem, ez a photos.hu, nagyon jó képek vannak fönt, amatőr és profi fotósok egyaránt töltenek ide képeket, itt véleményezik is a fotókat, meg lehet nézni, el lehet olvasgatni a véleményeket, ezekből lehet okulni, lehet sokat tanulni. A www.természetfotomagazin.hu például egy ilyen, a pixinfo.com, a pixinfo.com-on általában fotós felszereléseknek a tesztjei, bemutatói vannak, ott érdemes utána olvasgatni, ha valaki szeretne valamit megvásárolni, előtte mindenképpen érdeklődjön, vagy ismerősétől, fotóstól, vagy ezen a pixinfo.com-on elég sok információt tud kapni a fotóról. Scott Kelby fotográfus videóit érdemes megnézni, illetve a YouTube-on lehet rengeteg tutoriált találni különböző témában, különböző fotós területekről, ki hogyan csinálja, nagyon jó trükkök vannak benne, olcsóbbak, drágábbak, vannak olyan fotósok, akik ezek tökére fejlesztették, és filéres dolgokból tudnak olyan fényképeket varázsolni, hogy ihaj. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!